közös összehangolt tüntetés szerveznek a közép- és kelet-európai gazdák a brüsszeli agrárpolitika ellen. Ezt a lengyel agrárkamara szóvivője jelentette be. A jövő heti demonstrációkhoz a lengyelek mellett a cseh, a szlovák, a magyar, a litván és a lett gazdák is csatlakozhatnak. Azt követelik Brüsszeltől, hogy lépjen fel az ukrán gabonaimport ellen, és vizsgálja felül a gazdák megélhetését veszélyeztető brüsszeli előírásokat. Közben Nyugat-Európában is folytatódnak a gazdatüntetések. Kamionok hosszú sora vesztegelt a lengyel-ukrán határnál szerdán. A Szolidaritás nevű agrárkamara tagjai lassan egy hete tartják blokád alatt a legforgalmasabb átkelőt. Napról napra egyre többen csatlakoznak hozzájuk. A tervek szerint jövő kettől már nem csak Dorohuszban, hanem az összes határátkelőnél ott lesznek, de a vasúti és a tengeri csomópontokhoz vezető utakat is eltorlaszolnák. Azt mondják, nem tágítanak addig, amíg az Európai Bizottság nem lép. Valahogy az értésükre kell adnunk végre, hogy a műtrágya egyre drágább, a gabona pedig egyre olcsóbb lesz. Mindannyian családosok vagyunk, gyermekeink vannak, akiket el kell tartanunk. Tönkreteszik a megélhetésünket, mondta egy fiatal gazda. A lengyel gazdák azt követelik a bizottságtól, vizsgálja felül nemrég meghozott döntését, amely a 2025-ig meghosszabbította az Ukrajnából az Unióba irányuló gabonaimport vámmentességét. A dömpingáron kínált ukrán gabona ugyanis elárasztotta az Uniót, amivel az európai gazdák nem tudnak versenyezni. A lengyelek nincsenek egyedül. A tervek szerint jövő csütörtöktől cseh, szlovák, magyar, litván és lett gazdák is csatlakozhatnak az egy hónaposra tervezett összeurópai figyelmeztető akcióhoz. A kelet- és közép-európai gazdák számára ugyanis csak olaj volt a tűzre, hogy a kijevi kormány a márciustól kezdődő csatlakozási tárgyalások során azt szeretné elérni, az ukrán gazdák kapjanak mentességet az uniós környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírások jelentős része alól. Név nélkül nyilatkozó ukrán kormányzati források szerint Kijev cserébe az agrártámogatások egy részéről is hajlandó lenne lemondani. Közben szerte Nyugat-Európában folytatódnak a gazdatüntetések. Dél-Spanyolországban és Katalóniában 9. napja tartják blokád alatt a forgalmasabb utakat az ország 4 legnagyobb agrárszakszervezetének tagjai. Demonstrációikkal a kisbirtokok ellehetetlenülésére akarják felhívni a figyelmet. Azt mondják, már a mostani előírások mellett is egyre nehezebb kigazdálkodniuk a termelési költségeket, miközben egyre több időt kell fordítaniuk felesleges adminisztrációra. A spanyol gazdák azt mondják, ha életbe lépnek az új uniós környezetvédelmi szabályok, az végképp ellehetetleníti a teljes agrárágazatot.